Számomra ez nagyon motiváló, hogy a Magyar Honvédség történetében először láthatok el tartalékosként őrségi szolgálatot a budai várban. Szerettem volna magamat kipróbálni, mint díszőr, hiszen sok feladatban vettem már részt, akár határszolgálatban, akár kórházszolgálatban, de ez újdonság volt, és szerettem volna kipróbálni, hogy ez vajon milyen lehet. Múlt hét hétfőn kezdtük el velük a foglalkozást, minden reggel körletszemle, ez alap, azután pedig testnevelés foglalkozás egy másfél órában, reggeli, és onnantól pedig délutánig van nekik valaki foglalkozás. Minden nap van nekik tesi, de heti kétszer, napi kettő van. Húsz éve foglalkozom testnevelés tanítással, illetve személyedzőként, edzőként dolgozom. Alapvetően a mentális és a fizikai erő fejlesztésében vagyok hivatott. Azt gondolom, hogy a szakma csúcsa, amit én képviselek, az lehet, hogy a nemzet katonait készítem fel arra, hogy erősek legyenek és állóképességük nagyon-nagyon fejlett legyen, és képesek legyenek arra, hogy megállják a helyüket bármilyen szituációban. Két hónap áll rendelkezésre a kiképzésükre, majd márciusban kerülnek fel a Budapest Helyőrség Dandárhoz egy összevont továbbképzésre. Én megpróbálom a két hónap alatt elérni azt a szintet, hogy nekik már könnyebb legyen a pesti képzés. A tartalékos rendszernek a nagy előnye, hogy számos területen tudjuk kipróbálni magunkat. Én is számtalan feladatban vettem részt különböző területeken. Úgy gondolom, hogy ha az ember egy tiszti beosztást lát el, akkor rendelkeznie kell azokkal a tapasztalatokkal, amit a beosztott állománytól elvár. Ez is egy nagyon jó út, egy nagyon jó lehetőség, hogy megtapasztaljam ezt a feladatot is.